A Nobel-díjas Albert Camus a világ szinte valamennyi nyelvén megjelent regényének monodráma változatában egyetlen színész tucatnyi alak sorsát játsza el a pesti sújtotta Orámból. A több mint 400 előadást megélt Párizsi bemutató után a darab magyar változatát Hegedűs Dégéza adja elő. A regény a fasizmus anatómiája, a Nobel-díjas francia író egyik alapműve. A monodráma premierje 2011. novemberében volt a Vígszínház házi színpadán. Budapest mellett az ország számos színpadán láthatták már a nézők, Veszprémben bérletes előadásként játszották, Delvitték de Brüsszelbe és Kolozsvárra, valamint a Pozsonyi Asztorka Fesztiválra is. A 67. hétfői előadást pedig Debrecenbe. Budapesti közönség is preferálja, teltház előtt játszuk. Mindig egy nagy lelki felüdülés, hatalmas energiát és szellemi koncentrációt igényel, de rendkívül örömteli és jó, hogy elmondhatom ezt a történetet. A hétfői előadásnak Debrecen első lakás adott helyet, ahová december eleje óta várják a színházi csemegékre vágyókat. Mi nagyon szeretjük ezt a fajta színházat, tehát egy teljesen más millió, egy teljesen más hangulat uralkodik, és ugye adott volt számunkra ez a tér, mert a színtanoda működik itt kis színpaddal a végén, és gondoltuk, hogy próbáljuk meg hát, ha mást is érdekel. És ugye a vállalkozásunkat felülmúlta, mert tényleg, tényleg nagyon érdekli az embereket. Az Ibrányi származására mindig büszke Hegedűs Dégéza, jelenleg Szász János, Sóhajok így a című produkciójában forgat. Filmbeli karaktere miatt növesztett kackiás bajuszt és vált meg szőkehajától. Filmes munkája mellett számos darabban játszik, tanít a Színművészeti Egyetemen és újabb monodráma premierre készül április elején a Márai Sándor műveiből összeállított Hallgatni akartam című előadásban is színpadra lép majd a Vígszínház deszkáin.